gyilkos voltam. Majd megfacsarodott a szívem, hogy nem tudtam mindenkit megmenteni. Én persze soha nem mondanám magamról, a környezetem állít be úgynevezett hős típusnak. Ez lehet bok. Elismerés. Krőzus. Én inkább átoknak mondanám. Megfelelni ennek a társadalmi nyomásnak nehéz. Persze van lélekerőm hozzá, mindig ezt emelték ki. Legutoljára márciusban, delfinmentés közben balint. Tibor, neked mennyi lelki erőd van? Mindig ezt mondják. Most ha ezt megnyomom, akkor... Most ezt megnyomom, akkor ők is látnak? Honnan tudom, hogy már látnak? Hát tök kicsi ezek a kis műtyürkék, kis izé, kamera. Most ha előrébb hajolnom kellene, vagy most miért nem szól bele senki? Mindent látunk, üdvözlöm uram! Szuper! Jó napot kívánok! Tibor vagyok! Tudom, igen, önnel volt megbeszélve, mostanra bebukolva a meeting, és nyugodtan beszéljen halkabban, tökéletesen hallom magát. Hát ez remek, ez nagyon jó. Feltennék elsőnek pár kérdést, gondolját, nyugodtan érdekel az őszinte válasza. Ez természetes, persze nincsenek titkaim nekem maga előtt. Mi az, amit így ismeretlenül megtanítan nekem? Mi jut eszébe önnek elsőre? Már vártam ezt a kérdést, igen. Teljes mértékben igen. Szóval akkor? Ja, igen. A kérdés, nos tudja. Az embereknek egymástól kellene tanulniuk, fontos az élet hosszig tartott tanulás, mindig ezt hallottam. Igen, és? Nos tudja, a gurulókőre nem nő moha, ezt még pékként tanultam. Hogy mi? Bocsánat, hagyjuk is. Írja, hogy ön gyémánt Zafir Eagle Manager volt a Megemelem a Kalapom Startupnál. Mesélne róla? A szép idők voltak, igen, embereket toboroztam, csak úgy, mint ön. Hát szinte kollégák vagyunk. Segítettem nekik a boldogulásban. Szereztem befektetőket, tudja, szélszes is voltam, vagy hát vagyok ám. Nehezen indult nekik, de ha ők is tehetségesek voltak, tudtak ők is befektetőket találni, és jobb lett nekik is, nem csak nekem. Tudja, az a hitvallásom, lassú munkához idő kell. Uram, ha jól értem, én egy MLM cégnél dolgozott, és az ilyen struktúrájú, felépítésű cégek, hát kicsit sem etikus. Ez nem MLM volt, ez egy egymás támogatására épülő közösség. Azért a kettő között van különbség. Különbség. Rimmel. Azt hiszem, hogy a CV-jében, hogy ön találta fel a cipőfűző végén található műanyagot. Bocsánat, hogy ez nem érettszerű. Ki tudná fejteni, hogy mit ért ez alatt? Tudja. Ez egy sötét folt volt az életemben. A múltig kizsigereltek. Elvették a szabadalmamat. Nem szeretnék beszélni róla. Fájdalmas emlékek. Sosem révedek a múltba, ami nem öl meg, az megerősít. Nem az a lényeg, hogy mi volt eddig, hanem hogy mi jön azután, ami eddig volt. A lehetőségek. A lehetőségek szinte a középső nevem. Én egy szabad ember vagyok. Egy szabad ember a nagyvilágban. Ez nem életszerű, uram. Hát rávezetett, tudja? Hát ez az én utam. Köszönöm! Igen! Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. Készüljetek fel minden eshetőségre, legyetek azok, akik vagytok az önéletrajzatokban, és mutassátok meg, kik is vagytok igazán. Egy interjú során nem csak a munkahely vizsgáztat téged, te is interjúztatod őket, adj lehetőséget magadnak, és méresd meg magad a munkaerőpiacon. De mindig légy önmagad! Ne feledjétek, gurulókőre nem nő moha! A professzionön minden infót megtalálsz az állásokról, hogy jó döntést hoz, jó állást válasz magadnak. Több részlet jobbdöntésprofession.hu. Yeah.
growing up is just a bit fat trap.